Tiszteltel köszöntöm Püspök urakat és mindenkit, akinek fontos a reformáció 500. évfordulójának a megünneplése. 2017. október 31-e a fő dátum, de hogyha reformáció emlékévről beszélünk, akkor érdemes időben elkezdeni, a megújulást azt érdemes időben elkezdeni, úgyhogy ezzel a mai ünnepi alkalommal indul útjára az a programsorozat, amelyekre két éve készülünk, hiszen két évvel ezelőtt alakult a Reformáció Emlékbizottság. A két nagy protestáns egyház, a Református és az Evangélikus Egyház vezetői akkor azzal a kezdeményezéssel fordultak a kormányhoz, hogy hozzunk létre egy olyan közös bizottságot, egy olyan vegyes bizottságot, amiben az államnak, a kormánynak a képviselői és az egyháznak a képviselői is benne vannak. A Kárpát-medence egész protestantizmusa vagy protestánsága benne van és olyan szervezetek képviseltetik magukat, amelyek kifejezik a reformációnak a kultúrtörténeti jelentőségét. Mi így közelítünk ehhez az ünnephez.